A korábbi évekhez hasonlóan idén is értesítést kapnak adójuk befizetéséről azok, akiknek gépjármű adó összege nem változott 2022-höz képest. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal határozatban tájékoztatja azokat a gépjármű tulajdonosokat, akik adójának összege megváltozott. Abban az esetben, ha a NAV nyilvántartásából megállapítható valaki egész éves adómentessége, az a személy sem határozatot, sem értesítést nem kap. Azoknak kell gépjárműadót fizetniük, akik rendelkeznek gépjárművel. Itt a tulajdonosok, illetve a meghatalmazottak is kapnak értesítést, illetve határozatot a fizetési kötelezettségről. Természetesen vannak, akik mentesülnek, ilyenek az egyházi jogi személyek, illetve a civil szervezetek, akik a gépjármű adó nyilatkozatot benyújtották, vagy súlyos mozgáskorlátozottság esetén, egyéb fogyatékosság esetén, illetve a környezetkímélő gépjárművek is mentesülnek a fizetési kötelezettség alól. Az adófizetés egyszerűen rendezhető mobil applikáción keresztül is, de az elektronikus levélben található egy fizetési link, amelyre rákattintva pillanatok alatt el lehet indítani a tranzakciót. Van, aki nem elektronikusan, hanem postai úton kapja meg az értesítést, ebben az esetben az iratok mellett a postai csekket mellékelve találja. A bankszámla nyitásra kötelezetteknek, például az egyéni vállalkozóknak mindenképpen utalással kell teljesíteniük a befizetést. Nagyon sokszor előfordul, hogy a közleményrovatban nem tüntetik fel az adóazonosító jelet vagy az adószámot a gépjárműadó befizetésre kötelezettek, vagy ilyenkor ideírják a gépjármű rendszámát, vagy ideírják a nevüket, a gépjármű típusát, ezek nem jó megoldások. Mindenképpen az adóazonosító jel, vagy az adószám feltüntetése szükséges, mert enélkül, vagy egyáltalán nem, vagy késedelmesen tudjuk kötni a gépjárműhöz. Magyar Norbert kiemelte a határidő betartásának fontosságát, hiszen aki nem fizet időben, késedelmi pótlékra számíthat. Az első részletet március 15-ig, míg a második részletet szeptember 15-ig kell rendezni azoknak, akik rendelkeznek gépjárművel.